hamarosan Béres Alexandra fog színpadra lépni itt az első Gymstick Arena rendezvényen, és mi már megbeszéltük, hogy megvan az ő profi fotósa is, aki ki lesz. Kislányommal érkeztem a mai rendezvényre, és ő még picike, és abban a helyzetben vagyok, hogy már szívesen akár fel is jön velem a színpadra, de még úgy gondolom, hogy még jobb, hogyha nem, és még egy picit ő is tanul, és most azt a feladatot adtam neki ehelyett, hogy inkább ő legyen a fotós. Mit szólsz ehhez az első Gymstick Arena rendezvényhez, és mivel készültél a mai napra? Csodálatos hangulat van, én nagyon meglepődtem, hogy ilyen sokan ellátogattak, ismer amerikáiknak a mentalitását, azt tudtam, hogy egy jó kis csapat lesz és jó rendezvény, de mindenképp felülmúlt azt, amire számítottam. Én egy picit nyugodtabb órával készülök, egy súlykontroll zsírégető jelenő órával, de mégsem lesz olyan nyugodt, mert az emberek sokszor nem is veszik észre, de szépen lassan viszem őket bele a terhelésbe, és akkor azért holnapra szerintem egy ilyen nap után mindenki érezni fogja az izmait. Nekem nem az a célom, hogy teljes sokkot vérjek rájuk, és nagyon nagy izomlázuk legyen, de úgy látom, hogy azért vannak olyan lányok, fiúk, akik több órán is részt vesznek, úgyhogy ők érezni fogják a másnapot. Mit tudsz tanácsolni, hogy hogyan készüljünk így lelkiekben is, így a nyári alakra? Ja, a honlapodon azt olvastam, az a szlogen, hogy hinned kell, hogy benned van a csoda. Ez annyira tetszett, de szerintem ezt a legnehezebb elhinni az embernek. Én szerintem akik itt vannak, azok tudják azt, hogy tenni kell azért, ha valamit szeretnénk elérni, és amikor teszünk érte, akkor rögtön jobban érezzük magunkat, és ez annyira egyszerű, csak nehéz elkezdeni. Én hiszek abban, hogy egy-egy ilyen rendezvény hosszabb időre ad lelkesedést az embereknek. Tehát nem itt van csak jelentősége, hanem ad egy olyan lökést, amivel a következő hónapokat könnyebb elvégezni, és ettől csodálatos, amikor együtt sportolunk, annyi pozitív energia szabadul fel, mint sehol az életben. És még egy gyors utolsó kérdés, hiszen hamarosan színpadra lépsz, hogy készülnek-e az új videók, láthatunk-e még, vagy hol láthatunk majd legközelebb? Nagyon érdekes, hogy a magának a videónak, DVD-nek a formátuma az már egy picit, hát inkább a régebbi korok, és sok mindenkinek nincsen otthon már DVD lejátszója, ezért inkább a YouTube az a forma, ahol az emberek tudnak tornázni. Én most oda töltöm föl az összes DVD-met, hogy ingyenesen elérhető legyen a felhasználók számára, úgyhogy bárki, hogyha nyári formát szeretne, felmegy a csatornámra, nagyon sok lehetőséget talál. És én is folyamatosan fejlődök, én is egyre több rendezvényen veszek részt, még évről évre is ezeknek a száma növekszik, szóval ott van mindig a honlapon, hogy hol leszek legközelebb. Szuper, köszönjük szépen és jó edzést! Köszönöm.